Sziasztok! Rehek György vagyok, a Regime Muay Thai Club vezetője. 30 éve foglalkozom thaiboxszal, vagy más néven Muay Thai-jal. Kung fu-val kezdtem, illetve jiu-jitsu-val, mindenbe belekóstoltam, és aztán akkor még thaibox nem volt, viszont ahhoz, hogy kialakuljon, el kellett kezdenünk kifelé fordulni, és Hollandiában akkor már volt thaibox, és sok fiatal és idősebb srác, akik már küzdősportokat szerették, Bruce Lee filmeken nőttek fel, elkezdtük ezt a komolyabb irányzatot, a thaiboxot művelni és gyakorolni. Ennek, hogy teret nyerjen, el kellett kezdenünk versenyezni egymással, én magam is, és több más nagyon jó tanítvány, illetve nagyon jó versenyző mérkőzött karatéssal, ökölvívóval, francia boxolóval, kickboxolóval, és sikerült nyernünk, és teret nyert így a thaibox Magyarországon. Ez egy jelentős lépés volt, én úgy gondolom, hogy ma már a thaibox, vagy más néven Muay Thai megerősödött, és itt a Regime-ben láthatjátok rengeteg díj, kupa, öv, ami az én nevemhez, illetve a versenyzőim, tanítványaim nevéhez kötődik, és itt mindenki megtalálja azt a lehetőséget, hogy kezdő sportolóból nagyon komoly versenysportoló legyen, vagy csak mozogjon a Muay Thai mozgás elemeivel, egy jó, rugalmas, dinamikus izomzatot nyerjen, és jó közérzetet. Egy blokk, lábbal, alsó lábszárral, egy blokk alkarral, és a másik is alkarral. Ez lesz a feladat. Tehát egy blokk, alkarblokk, alkarblokk. Jó? Tehát a négy rugást így védjük. Kettőt lábbal, alsó lábszár felső részével, kettőt alkarblokkal. Jó? Ez a feladat felkészül. Zsákfülisor kezdi a rugást. Indul! A Budapest 6. kerület Szív utca 16-ban található a Regime Muay Thai Club központi edzőterme, és itt kezdők, fiúk, lányok, gyermekektől felnőttkorig bárki lejöhet és kipróbálhatja, és tudja végezni az edzéseket másfél órában általában. Ez egy olyan mozgásforma, ami minden testrészt megmozgat, egyensúlygyakorlatokat végzünk, koordinációs gyakorlatokat végzünk, és közben megtanulunk a muay thai ütésekkel, rugásokkal dolgozni, az alsó lábszárra végrehajtott rugások, a térdrugások, a könyökütések, különböző akrobatikus mozdulatok, mind-mind ahhoz segítenek hozzá, hogy a thaiboxot önvédelmi szinten, illetve versenysport szinten is elsajátíthatjátok. Tehát rugottából indulunk, lábblokk, lábblokk, alkarblokk, alkarblokk, egy kis dug, egy kis dug. Jó? Tehát aki rúg és üt, jobbal kezd most. Akinek kedve van kipróbálni, ingyenesen eljöhet, megnézheti, beáll, végzi a gyakorlatokat a lilafolt veszélye nélkül. Aki pedig szeretne kicsit kipróbálni magát, védőfelszerelésben, testpajzsban, fejvédőben, könyökvédőben, lábvédővel, érezheti azt, hogy milyen egy igazi rugás, de biztonsággal, hiszen nem sérül meg. A Muay Thai nem csak egy harcművészet, nem csak egy nagyon hatásos küzdősport, hanem egy életforma is. Még annyit fogunk hozzátenni, hogy ez volt az utolsó gyakorlatunk, és innen csak amikor egyenes jön, szintén jobbal kezd, kiveszed magad, egyszer ide, egyszer oda. Jó? Tehát rugottából haladunk befelé. Tehát lábvédés, lábvédés, alkarral picit rá, alkarral picit rá, jön a 1-2, és 1-2. Hát ott szépen kiveszed, de csak lábbal való védekezések, hajlásos védekezés. Jó? Ezt hozzuk össze. Jobbal kezd, mozgásból kicsit lábmunkázol. Támadást kezd, ugye jobb körévesekkel a zsákfölű sor. Látjátok a felvételeken, hogy mennyire dinamikus mozgásra van szükség a Muay Thai műveléséhez. Nagy fizikai igénybevételnek van kitéve a test. Én úgy gondolom, hogy helyes életmóddal, helyes sporttáplálkozással ki lehet tolni a határokat, mert már amatőr szinten is, vagy a hétköznapi életben ezekre szükség van, hogy regenerálódj, és újra fel tud venni a ritmust, és olyan versenyzővé válj, mint a Regime versenyzői. We'll be right back.
Balázs Antoánnal újabb címmérkőzésre készülünk, most Franciaországba, és a felkészülés részeként szintén páros gyakorlatokat csinálunk. Rugópárnára, ütőpárnára, Antoán profi, Pakó pro világbajnok, illetve VKM profi, Európa bajnok, többszörös helyezett ezüstérmes, bronzérmes, amatőr világbajnokságon, Európa bajnokságon, de most ő is el fog fáradni. Fejtérdet kérek! Fogjuk rá! Most egy kezdőcsoportot láthattatok, de innen a kezdőcsoportból kell elindulni arra az útra, mint például Habos Antoán, Birics Tamás, Szűcs Barna vagy Balajti Bianka. Ezek azok a versenyzők, akiket láthattok különböző tévécsatornákon, nemzetközi versenyeken és hazai gálákon, akik Európa és világbajnoki címekkel rendelkeznek. Számolásra fogunk dolgozni, kontrollal, nem kell nagy igazságokkal kezdeni, nehogy megfújolj, segédlépés balra 45 fokba felfelé, hozod a csípődet, a vágadat, könnyedén egy testköré, és egyből egy blokkal állj vissza. Eltartással is, minden is használhatod a blokkot. Jó, egy számolásra. Blokkol, rúg, és egy kis mozgás. Blokkol, rúg, és egy kis mozgás. Partnerünk fogja a zsákot. A Regime Muay Thai klubot Budapest több területén megtaláljátok, látogassatok el a thaibox.hu-ra, és ha kedvetek van, próbáljátok ki az edzéseket. Aki először lejön, teljesen kezdőként, egy rövid nadrágot, pólót tud hozni magával, és más felszerelés nem is kell. Lazán fogjuk kezdeni, és bal testkörével kezdünk, test legyen szabadzsákot, nagyon gyors, rövid kis apró pattintást legyen, ne emelkedj, ne mozduljon túlságosan vissza a vár. Bal testköri, és ahogy lép fel előre, helyezed az első lábadra a súlypontot, és a köríves szemből tegyük bele. Hátsó láb csípővel fordul, egyelőre szembe álljunk vissza. És mozgás, testköri, könyökítés, jó, most szembe álljunk vissza. Hogy ez miért kell, figyeljünk, Tomi mutatja, tehát a testrugást ide rugod, ugye a légutakra, bordára, és ahogy lent van, lehúzza a kezet, látod, lesöpörte, lehúzza a kezet, és ide dobja. Tehát laza csuklóval, laza könyökizület, laza vállizülettel. Tehát még egyszer, itt van a testrugás, hop, lehúz, bom! Lazán oda dobja csak, és okoz ott sérülést. Ne merev vállal, lazán dobjuk csak oda. Tehát másik oldalról is, tehát fogod, test, vissza, ugye ahogy söpörtél, egy, kettő, jó? És onnan elé visszajön. Remélem tetszett mindenkinek az edzés. Gyertek és próbáljátok ki a Regime Muay Thai klubban, és iratkozzatok fel az Olimp TV csatornára.